itt a utolsó két előadónak a felkonferálása annyiban különbözött a korábbiaktól, hogy még Herman Robert nem volt részese a 48-as alkotmányozásnak, és egyebek. Ugye a bal és jobbomon ülő urak nem csak szakértői, hanem tevékeny alakítói is voltak az elmúlt 20 év alkotmányos folyamatainak, és mint ilyen leghitelesebb személyiségnek is megadnám a szót, Sólyom László, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának első elnöke, 2005-2010 között a Magyar Köztársaság elnöke, Alkotmány és alkotmányos kultúra Magyarországon címmel tart előadást. Elnök úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt tanárnök, tanárulak és diákok, Tölgyesi Péter nagyon dinamikus előadása után hálátlan szerep utolsó nap lenni és a közönség előtartalékait teljesen kimeríteni. Azon kívül ő mégiscsak egy dinamikus és akárhogy is csalódásról beszélt, az én szememben győzedelmes és pozitív korszakról tudott beszélni. Velem elérkezett ez a történelmi konferencia a jelenkorhoz, ami a leggyanúsabb dolog. Egy történész addig boldog, amíg a múltban van. És tudjuk, hogy a Zeitgeschichte ugye az egy ellentmondás fogalmilag is, és ennek a vége, szintén Thomas von Malak idézte, hogy ez űrzavar és korabánat, ami belengi az én előadásomat is. Mindenesetre ugye azért rossz a korták, nem tudom, legújabbkori vagy a jelen történelme, mert nincs még az a sor, amiben bele tudna rendeződni, és egy tendenciát hát egyrészt támogat, másrészt abból táplálkozik. Tehát itt valóban az ember szinte senki földjén van, és nagyon ki van szolgáltatva az adatoknak az adatok részlegességének. Ez másfajta szelektivitás, mint a levéltárak, ugye nem férünk hozzá, illetve a saját szubjektumunk is nagyon közrejátszik. Én tulajdonképpen ugye ültünk egy olyan asztalnál együtt legutóbb, ami nem kerek volt, de szintén ebédlő asztal volt, amikor nem tárgyaló asztal, és nem tanítják. Azon szenved a történelem tanároknak a gyülekezet, hogy mit tanítson ebből, hát mit tanítson az elmúlt 20 évből. Nekem két dolog hiányzik, itt előre bocsátom, hogy nem tanítják az Alkotmánybíróság szerepét. Kimaradt minden könyvből az, hogy a Tordján mit gondolt magában, benne van a Romsics körben, az, hogy az Alkotmánybíróság tényleg mit csinált, nincs benne. És a kerekasztalnál, amikor Tölgyesivel kitárgyaltuk, hogy milyen legyen a kerekasztal, ez az én szememben legalább annyira döntő volt, mint maga a kerekasztal, amikor a András úti külügyi szálló ebédlőjében, ahol előttünk ugye ettek a delegátusok, 6 hétig azon gyötrődtünk, hogy amit a kerekasztal eldönt, azt a parlament legitim törvény formájába transformálja. És ez volt a lényeg, hogy volt egy biztosíték, és az egész jogiasítva lesz, és ez már megint ott van, mint az összes magyar alkotmányos átalakulás, hogy alkotmányos forradalom lesz ebből, amennyiben egyáltalán lesz bőle valami. Tehát visszatérve, ha nekem a jelenkorról kell beszélni, és a kínzó gondokról, akkor nincs meg az a sor, ami könnyűvé teszi az embernek a megszólalását, és ugyanakkor az a delikát helyzet állt elő, hogy van egy normatív ilyen sor, amit az alkotmány preambuluma előállított. Kötelezően előírta azt a gondolkodási sémát, amiben nekünk az ezentúl a magyar történelmet el kell gondolni, és tanítani kell. Úgyhogy ez egy meglehetősen nehéz helyzet. Na most én azért mégis azt mondom, hogy ez a preambulum, amit most nem ki kell osztani, és gyerekek kezébe adnak, ez nem a kiinduló pontja a történelem tanításnak, ez egy objektum, ez kell tanítani, van egy ilyen alkotmány, ami ilyen, tehát nem kell, ezt ugye mégiscsak van az alkotmány, a másút a tanszabadság, tehát nem kell megijedni, hanem helyére kell tenni a történelem tanításba. A másik, hogy nem lehet elszigetelten, tehát ugye a szakítás a múlttal, az mindig azért tulajdonképpen nevetséges, mert nem lehet szakítani, nem itt kezdődik a világ, és nem itt ugye léptünk a népi uralomban, nem tudom, mivel vezető útra, hanem ennek van előtörténete, és különösképpen ez az új alkotmány és ez a korszak nem kezdődhet 2010-ben, ez sajnos 1988-89-ben kezdődött, és nem is tudjuk megérteni a mostani alkotmány se technikailag, sem szellemében, hogyha nem megyünk végig ezen a legalább 20-30 éves úton.
A másik, amiben örülök, hogy ez a konferencia mégis ugye a rendi alkotmánnyal kezdte, és borzasztó érdekes volt, és gondolatébresztő, hogy igenis össze kell állítani ezt a történelmi utat, és fogjuk látni, hogy mindegyikből, tehát ahogy ez kialakult, közös alkotmányos problémák vonhatók le, ami az új alkotmány tanításában is alapvetően kell, hogy uralja a mondókát. Tehát nekiálltam tegnap, hogy minden fogok mondani, és nem fogok beleférni a fél órába. Azért egy vázlatot mondok el, mi mindenről kéne beszélni, és eszvélkedni, és utána jön az elő, hogy részletekben hogyan legyen. Tehát most én ki lenne itt írni, hogyha lenne vetítőm, hogy mik azok a kérdések. Maga az előadásom címein hatakoztam, hogy az legyen, hogy alkotmány és alkotmányos kultúra Magyarországon. Tehát az alkotmány szövege önmagában semmit nem mond. Nem szabad ezt kézbarni, mint hogyha ez lenne az alkotmány. Az alkotmány az, ahogy ezt értelmezik, és ahogy ez megvalósul. Önmagában egy szöveget kezébe nyomni a gyereknek egy hihetetlen dilettantizmus és félrevezető. Leginkább, hogyha egy preambulumot, ami nem is kötelező, adnak a kezébe, azt hiszi, hogy ez az alkotmány. Ez nem szabad. A másik, ugye, hogy a történelmi előképekből milyen legalább három közös kérdés van, hogyha mi a magyar alkotmány mostani állapotáról beszélünk. Az első kérdés a folyamatosság kérdése. Mitől új egy alkotmány, mikor kezdődik egy alkotmányos korszak, vagy akkor, mikor meghoznak egy alkotmányt, vagy annak van szellemi előkészítése. Az 1000 éves ugye, történeti alkotmány, ami mostanában szintén állunk közfogalomba kerül, mi tartozik bele, miért nem lehet megmondani? Mi az az alkotmánynak a nem élő rész, ami történelmi hordalék vagy erekje, de hát nyilván a pragmatika szankció része a történeti alkotmányunknak, hogyan fogja az alkotmánybíróság értelmezni ezt a... Ha a sorra kerül, és hát a Benes dekrétumok, a prágai alkotmánybíróság ugye kimondta, hogy ez része az alkotmányunknak, igaz, hogy nem él, és nem fogjuk többet alkalmazni, de benne van, és nem balaszt, ez nekünk nemzeti ugye, öntudat, vagy identitásképző, nekünk ugye egy botrány. Tehát a folyamatosság mikor kezdődik? Vajon egy alkotmány megváltoztatja valóban a rendszert? Megváltoztatja akár csak a jogrendszert is, tehát ezzel mindig foglalkozni kell. A kettő, az alkotmány fogalmának a változása. Most itt ugye a rendi alkotmánytól 48-ig, a 46-os alkotmányig, a 49-es alkotmányig, a 49 már formája, nem, de az összes többi, ezek szervezeti alkotmányok voltak. Tehát az alkotmánynak a prototípusa az, hogy az állam szervezetet, milyen szervek vannak, milyen hatáskör, mi ezeknek a viszonya, ezt szabályozza. És ennek egy alapvető tartalmi változása következett be az utóbbi 60-70 évben, hogy az emberi jogok belekerültek, olyan kérdések, amikkel azelőtt a teológusok, filozófusok foglalkoztak, az, hogy az emberi méltóság. Miben áll ez? Az emberi személy mikor kezdődik? Hogy az emberi méltóság egyenlősége. Egyáltalán ezek olyan kérdések, amik most normatív erőt és kötelező erőt nyernek, és felforgatják azt, hogy nem adom van szó, hogy a király hogyan gazdálkodik a saját birtokán, és mit oszthat, mi nem oszthat, mit vehet vissza, vagy hogy a rendeknek milyen kollektív jogaik vannak. Ez mind egyéni, individuális, személyes dolog, személyes jog, egyéni jogvédelem. És az egész az alkotmányos fogalomtár emiatt teljesen átalakult. Tehát ezt mindig figyelembe kell venni. Ezért nem lehet azt mondani, hogy folyamatos a történelmi alkotmány. Teljesen új arcot ölt, hogy mit is jelent az alkotmány. És a harmadik kérdés itt, hogy ami minden alkotmányból leszűrhető, az alkotmány betűje és a valóság közötti viszony. Nagyon jó, ugye német kifejezés van erre, maga a felfászunk, és a felfászunk vérfiskáját, mi az, ami valóság az alkotmányból, ugyanazon alkotmány alapján vissza kell térnem, egész ellentétes rendszerek tudnak működni. Tehát odaadunk a gyereknek, hogy itt van, bele van írva, itt ugye emlegették, hogy a sztálini, vagy nemzetközi alkotmány, voltak emberi jogok, de még mennyire, meg szociális, meg mindenféle jogok voltak, nem volt biztosítéka. És az volt az ideológia, hogy nem is kell, hiszen maga a rendszer biztosítja, a dolgozók kapnak papírt, tehát van szartószabadság.
hogy a magyar jog élet pápája Szabó Imre ugye ezzel írta tele a nyugati, kiadták angol és minden, a rendszer magába hozza a biztosítékát, nem kell tenni a jogászkodás. Ugye, mikor megalakult az alkotmányjogi tanács, akkor utána volt egy fogadás, és Kádár mondta a megválasztott tagoknak, mondta elvtársak, semmi jogászkodás. Úgyhogy ez a három, még egyszer elmondom, a folyamatosság kérdése, az alkotmány fogalmának a megváltozása, átmenés, áttérés a szervezeti kizárólagosságról emberi jogi, egyéni jogvédelemre, és az alkotmányos valóság, ami a lényeg. Na most a mostani alkotmány, ez lesz a második mondókám, értelmezhetetlen a hozzávezető út nélkül. Tehát, ha nem ott kezdjük, hogy mi történt, és köszönöm Tölgyesi Péternek, 89-ben és 90-ben az alkotmányozó asztalnál, akkor nem értjük meg, hogy most mi van, és akkor volt az igazi változás. Tehát a korábbiakhoz képest, közjogilag akkor volt igazi változás, ahhoz képest, és erre rá fogok térni, most nem történt igazából az új alkotmányban szinte semmi. A szöveg az értelmezés tekintetében szinte ugyanaz lesz, hogyha más is a néhány szó, ugyanazt lehet folytatni egy az egyben. Az, hogy az alkotmányos valóság milyen lesz, ez lesz az igazi kérdés, ugyanak a szövegnek az alapján egészen új rendszert lehet csinálni a 89-es szöveg és a 2010-es szöveg alapján is, ez a nagy kérdés. Ami még fontosabb, hogyha itt elkezdődött valami fejlődés, az a 90-ben kezdődött az alkotmányos kultúrának a kibontakozása, és ebben az alkotmánybíróságnak Oroszlán része volt, fogom magam dicsérni, mert már nem tehetem meg, hogy nem. És ami most van, az valóban az alkotmányos kultúrák harca lesz. Hogy ez a 20 év alatt kibontakozott, Csermely Péter ugye itt szomszédban biológuskodik, könyvéből tudjuk, hogy minden igazi változáshoz molekulárisan biológia három generáció kell. Egy generáció élt alkotmányos kultúrában, kettő fogja vinni az élet-halál harcot. Meglátjuk. Tehát 89-ből kiindulni a tanításba is könyörgöm, és azt mondani, hogy onnan, és kettő, az alkotmánybíróságot tessék megemlíteni, tudnék, a főszerepe volt abban, hogy milyen is lett a rendszerváltás. És végül el fogok érkezni a jelen alkotmányhoz, itt szükség van azért a keletkezéséről is valamit mondani, és főképp, hogy mi tanítható mindenből, ami még nincs is, hát jövőre fog határba lépni. Na most engedjék meg, hogy a folyamatossághoz néhány megjegyzést tegyek. Tehát az alkotmány az él állandó változásban, a történelmi alkotmány teljesen nyilvánvaló, hogy hát jött és átalakult, de hát a kérdés az, hogyha vannak alkotmányok, akik kibocsátják őket, határba lépnek X napon, akkor vajon ezzel minden megváltozik-e? Hiszen ugye a itteni rendszerváltásoknak a nyugati irodalom már mindig az van, hogy ezek a jogfolytonosság alapján álltak. Hát nem is szüntették meg a régi rendszert. A régi rendszert megszüntetni azt lehetett Németországban, ahol ugye egy éjszak alatt megszüntették az NDK-nak a jogrendszert, bevezetni, mert volt mit bevezetni. Máshol ez egy folyamat, van egy alkotmány, amihez aztán hozzá kell igazítani az egész jogrendszert, tehát ugye nem volt alkotmány előtt és alkotmány utáni jog, azt mondtuk, hogy mindennek az új alkotmánnyal kell összhangba lenni, és akkor ugye elkezdődött a parlamenti nagyüzem, hogy a régi törvényeket hatálytalanítani, régi rendeleteket kidobni, és az alkotmánybíróság is szakmányban semmisítette meg a régi jogot, és lassan épült föl, de azért jó 4-5 év alatt, ugye, amíg kicserülött a jogrendszer, tehát olyan változás, hogy máról hónapra ahhoz tényleg egy ország két résznek az egyesítése, vagy ilyesmi kell, máshol nem lehet. Na most azt is nagyon fontos itt tudni, hogy ezekben a folyamatosság kérdésében, hogy mindig beleömlik, és vannak ugye tovább élő részek. Nekem még, amikor komolyan jogászkutató voltam, döbbenetes volt tapasztalni, hogy az 50-es évek gazdaságában, ami ugye teljesen új, szocializmus, stb., a német gazdasági jog élt tovább, a terhivatalnak a fő emberei, berlini ösztöndíjasok voltak, és ugye szépen vitték tovább azt, amit ott tanultak. Az alkotmányban igenis a 48 élt tovább, a 46-os egyes élt tovább, és az Antalnak a zsenialitása volt, hogy az ellenzéken belüli ellentéteket is ezzel tudta semlegesíteni, hogy itt van egy távoli történelmi pont. Jó. Te találtad ki? Igen. Jó. De Antal mondta, a teszád.
De ez sikeres volt, mint ahogy mindig egy külső pontot a német választójog volt, vagy amit megtalálni, mindig nagyon jó volt, mert az első, ugye az Titkuszt az semlegesítette. Ugyanakkor azért megint ugyan, hogy legyünk igazságosak, a 46-os alkotmányban az emberi jogokban benne voltak, de nem normatív. Az a preambulumban volt, megegyezve is, és a parlamenti vitában is hangsúlyozták, hogy hát ennek nincsenek meg a bírói érvényesíthetősége, és a nép ellenségeit nem illetik meg. És ugye rögtön volt ugye aztán a következő tömzet, hogy kik a nép ellenségei, és ők kín vannak az alkotmányon, nem voltak a Szent Korona tagjai. Ugye? Úgyhogy ez a másik a hagyományokhoz, és végül pedig, hogy egy új alkotmányhoz nem kell társadalmi változás. Az lehet egy technikai dolog. A Schweizer egész zseniális, ugye 10 évig újították meg az alkotmányt, nem is mondták, hogy úgy, azt mondták, hogy Nachführung, zseniális szó, ezt kellett volna nálunk is csinálni, szépen esztergálni az alkotmányt, hogy jobban dolgozzon. Na most a második pont ugye az alkotmány fogalmának a változása. Itt nagyon fontos azt látni, hogy a kerekasztal is tulajdonképpen szervezeti alkotmányt csinált. Mert ott az első 10 paragrafus volt a lényeg, hogy milyen lesz az új parlament, az új államfő, az új kormány, lesz-e néhány szerv, többek között alkotmánybíróság, szervező, stb. És ott az emberi jogi rész a kerekasztal nem tárgyalta. Egyetlen egy paragrafus, amit előre hoztak a 8. szakasz, hogy most hogyan lehet korlátozni az alapjogokat. És ott volt a kommunistákkal a nagy vita, hogy mi azt mondjuk, hogy nem lehet korlátozni, csak a bűncselekmény egyébként minden szabad. Ők meg féltek a szabadságot, és mindenfélét be lehet tenni. Ezen volt az igazi vita. Magát az emberi jogi rész azt mondták, ugye szintén, ami most megismétlődik, hogy van a politikai és polgári jogok egyesség okmánya, azt mi csatlakoztunk, van egyéni panaszjogunk, bevesszük ide, rosszul lefordítva nem az alkotmányra, most meg a karta, az EU-s karta, az amihez ugye. És ebben az volt ugye a rossz, ezek mindegyik, ami nemzetközi egyezmény, emberi jogi egyezmény, ez minimum standard. Amiben minden négerrel és egyébben meg lehet egyezni, ez közös. Hát nem lehetett, és ezt az alkotmánybíróság egyfolytában emelte fölfelé, azért nálunk azért ennél jobban állunk. De hát még egyszer, tehát ugye a 89-re visszamenni, államszervezeti megállapodás volt, hogy hogyan tud működni, és az emberi jogokat átvettük különösebb tárgyalás nélkül. Na most a legfontosabb, ami ebben a témában az alkotmány betűje és a végfélfiáj közötti, a valóság közötti diszkrepancia. Jogásznak ugye ez az ősi dolog, ugye, hogy van a law in books és a law in action, mi van a könyvben és hogy működik, hát ez soha nem szokott összevágni. És az alkotmánya maga abstrakt mivoltával, ha nem is homályos, de rövid, hát ezt értelmezni. Ezek alapelvek, amiket ki kell fejteni és utána a gyakorlatban alkalmazni. És ebből van az, hogy ugyanazon alkotmány alapján, mint mondtam, szinte ellentétes rendszerek működhetnek a valóságban. És a magyar alkotmányos rendszernek különös sajátosság volt az absztrakció. Tulajdonképpen azért, mert az alkotmánybíróság, amely kiformálta ezt az alkotmányos rendszert, az a normakontrollra volt korlátozva, tehát törvényekkel foglalkozott, és a törvények szintjén mindig a lehető legmagasabb elbont szinten, meg absztrakt alkotmány értelmezés szintjén alkotta meg ezt az új rendszert. Konkrét esetekkel nem foglalkoznám, egyéni jogorvoslatot nem nyújtván, az egész alkotmányos gondolkodás is állandóan csak följebb pódott eszmék alapelvek szabályoknak az irányába, ami egyrészt nagyon jó, másrészt minden szereplőnek még nagyobb mozgásteret tud adni. Tehát ugye az, hogy nálunk milyen a rendszer, Isten bocsássa meg a rendszert betöltő embereknek a szerepfelfogásából, vagy az intézmények szerepfelfogásából alakult ki. Ugye volt egy 9 évig egy aktivista alkotmánybíróság, hát az egy egészen más politikai rendszer tudott működtetni, mint az utána következő passzív visszavonuló alkotmánybíróság. Vagy egy elnök, egy államelnöki szerep. Hát hogy vagy azt mondja, hogy én egy aktív részvevője vagyok, és az alkotmányosságot védem, vagy azt mondja, hogy én visszavonulok, és nem aktivizálom magamat még az alkotmány védelmében. Vagy a parlament is, ugye, hogy képzeli el, eleve azt gondolja, hogy mint a szocializmusban, ugye volt a dogma, az államhatalom egységes, és a csúcsán bekerül szövegszerűen a mostani alkotmányba a legfőbb hatalmi szerv én vagyok,
nekem van a legitimációm, és én mindent megtehetek. Kivéve, amit az alkotmány nem enged, de hát ezt majd megváltoztatom. Ez volt a mentalitás a parlamentek szinten végig. Noha az első parlamentek egész a mostaniig bezenkedve elfogadta, hogy az alkotmány mégiscsak ő fölött áll. Nem is volt technikai módja egyébként megváltoztatni, hála Istennek. Ugye hát most van az a helyzet, amikor ez a technikai korlát sincsen, és ez igen rosszabb lesz egy parlamenti lelkületnek. Na most az alkotmányos valóság nagyon nehéz megragadni, hogy mikor érzik úgy az emberek, hogy tényleg jogaik vannak, és hogy tényleg ezeket tudják érvényesíteni. És ennek a 20 évnek az itt vannak eredményei. Én nagyon nyilván elfogult vagyok, és én azt hiszem, hogy sikerült 20 év alatt egyfajta alkotmányos kultúrát kiépíteni, hiszen főleg az első 5-6 évben az alkotmányosságnak a kérdése állandóan előtérben állt, hiszen az alkotmánybíróság teljesen váratlan és szokatlan módon ugye semmisítette meg az alapvető törvényeket, tett keresztbe alapvető politikai célkitűzéseknek. Ezzel persze padasat gyűjtött a fejére, és ugye olyan politikai támadásoknak tette ki magát, amelyek aztán idővel átfordultak az egész alkotmányos rend elleni támadásba, és delegitimálásába az egész alkotmányos rendszernek. Ugyanakkor azzal, hogy volt ez a populáris akció, hogy mindenki fordulhatott az alkotmánybírósághoz törvények megtámadására, mégis bevonta a dolgozó népet ugye, az új rendszernek az alakításába. Mindenki érezhette azt, hogy hát elmegyek, közmondás volt, én emlékszem a 90-es években, hogy menj az alkotmánybíróságra. Hát manapság mondja ezt valaki. Nem azért, mert az elnök úr itt ül, bárcsak mondanám megint. Egyébként most mehet is, mert ugye lesz alkotmányjogi panasz, amikor kiki a maga teljes ügyét odaviheti. De hát ez alakította, igenis alakította, hogy most szemben a 49-es alkotmány, ami nem volt közvetlenül érvényesülő jog, ez most közvetlenül érvényesülhető és kikényszeríthető jog, és van értelme az alkotmánynak. Lehet, hogy más mondanak a közvetlenül kutatások, de nekem ez élményem volt, ismeretlen emberekkel is, hogy fölfogták, hogy van egy korlát, van mihez menni, és igenis átment, és mondjuk ez a facitja, ez a mérlege ennek a 20 évnek, hogy mégiscsak egy olyan közérzület kialakult, hogy a politika működésének az alkotmány korlátot szab. Nagyon sok mindent lehet, óriási szabadságfoka van, de mégis vannak bizonyos konszenzusos végső határok. Ez az, ami most borul. Ez nagyon fontos volt, és ennek a fenntartása alapvetően meg fogja határozni a jövőt is. Az alkotmánybíróság szerepét itt nem nincs is idő, meddig tart nekem a... Jó. Nem fogok belemenni. Én nagyon büszke vagyok mindig arra, ugye, hogy milyen hatalmas irodalma van külföldön a Magyar Alkotmánybíróságnak, és láttam egy táblázatot egy szociológiai folyamatban, hogy ahogy ő nevezi a 90-es évek politikai rekonstrukciói. És itt nem csak a kelet-európai posztkommunista rendszerváltások voltak a dél-amerikai, ugye argentin, chilei és a többi események, és a közel-keleti alkotmányos forradalmak, amik ugye a perzsa sark helyettől jött, hát nem az, amit vártak, de megbuktak ezek a rendszerek, hogy kik voltak a főszereplők. Ugye és ott van, hogy Magyarországon alkotmánybíróság, Lengyelországban alkotmánybíróság és ombudsman, Dél-Afrikában alkotmánybíróság és parlament, máshol vallási vezető, hadsereg, parlament, Oroszországban elnök, mindig is a orosz elnök volt. Tehát máshol ezt látják. Most én úgy gondolom, hogy egyszerűen nem az alkotmánybíróság ugye fújta a passzátszeret, de egyszerűen egy olyan hihetetlen munkát végzett az alkotmányos gondolkodás és alkotmányos működés, állam működés érdekében, aminek történelmi jelentősége van. Másrészt pedig rendszert alkotott, hiszen ugye ez az alkotmány volt, amilyen volt Lukas és ellentmondó, az alkotmánybíróság mindennek, utána volt rá ideje és volt fölkészültsége, megalkotta maga koherens elméletét. Kezdve a rendszerváltásnak a
a privatizációs és igazságtétel és egyéb nagyon nehéz ügyeitől, mindent meg tudott úgy indokolni, hogy egy nagyon koherens rendszer jött össze alapelvi szinten, és azt merte kimondani az Alkotmánybíróság, hogy ezek az alapelvek, valóságban ezek azok, amik az alkotmányos valóságot korlátozzák, a szövegtől sokszor függetlenül is ezeket kell betartani. Ugye ez volt, amit elég blikfangos kifejezéssel, ugye láthatatlan alkotmánynak neveztünk, és szintén ugye palasztra gyűjtöttünk a fejünkre, de hogyha azt mondja a német alkotmánybíróság, hogy ez a szabadság és demokratizmusnak a rendje, ugye alaprendje, a Freiheit és a Grundordnung, ez az, ami fölötte áll, tehát egy eszmei váza az alkotmányozásnak, és ezt érvényesíti igazából az Alkotmánybíróság, ezt magyarázza bele a mindenkori és változó szövegekbe. Na most ezt a szerepét egy alkotmánybíróságnak, hát valahogyan én szeretném, hogyha tanítanák, mert ez a jövőre nézve is nagyon fontos. Na most még egyszer visszatérve a rendszerváltást, tehát onnan kezdődött ennek a kiépítése. 5 év alatt elérte az Alkotmánybíróság azt, hogy integrálta a magyar alkotmányosságot Európába, hihetetlen elismerést szerzett, részei lettünk az európai alkotmányos hagyománynak, ami most is azért korlátozza a magyar politikai életnek a mozgásterét, és ez a kiinduló pont, mint mondtam, ugyanakkor épp azért, mert az Alkotmánybíróság túl buzgott, kitette magát annak, hogy túl sok felelősséget vett magára a politikai rendszerben is, és minden elégedetlenséget, amit a politika annak idején nem tudott máshogy levezetni, rá vezetett az alkotmányra és az alkotmánybíróságra. Tehát ugye az a főleg jobboldali őrület, amikor elkezdték, hogy azért van mindez, azért van ez a sikertelenség, depresszió, minden, mert a sztalini alkotmányunk van. És egyszerűen nem lehetett 20 éven keresztül megmagyarázni, hogy nincsen sztalini alkotmány, néhány mondat maradt, lényegtelen mondat, teljesen új az alkotmány, és elmondta, hogy új alkotmány, nem. Ezek a populista szövegek, és ugye, ha nem az alkotmány, akkor az alkotmánybíróság az oka mindennek. És ez valóban 20 év alatt, és főleg most, amikor a Fidesz hatalomra került, ez tetőpontra hágott ez a delegitimáló folyamat, mert hiszen ugye úgy került a mostani kormány hatalomra, protest szavazatokkal az új ígéretével. Mindenkinek elege volt a 8 évből, teljesen jogosan elege volt, és akkor kezdjünk újat. De amikor 89-ben volt az alkotmányozás, akkor volt mi ellen alkotmányozni, hiszen egy másik rendszer ellen. És most szinte mesterségesen kellett egy ellenséget teremteni, hogy ez a 20 év, ez ellenség ilyen szempontból sikertelen rossz, és az alkotmánya még inkább. Tehát bűnös módon rávezették ugye az elégedetlenséget az alkotmányra, az alkotmányosságra, csak azért, hogy az új alkotmány még inkább az újdonságával tündököljön, holott lehetett volna ráépíteni, hogy ennek az alkotmánynak voltak hibája, ugye az ősbűn az egy formai hiba, hogy a 49-es módosításaként született, de hát hiszen nem lehetett volna másként, mert még nagyobb bűn lett volna egy kommunista nem legitim parlamenttel kimondatni egy új alkotmányt. Tehát ők kimondták szépen, hogy a kerekasztal megcsinálta, igaz, hogy nem volt semmi legitimációja, és egy nem legitimált parlament ugye meg is hozta, de formailag ez jogilag rendben volt, és mindenki az új rendszer, az új alkotmány szintén a régiből legitim, hiszen annak az alapjáján készítettek és hozták meg. Hiába átkozza el, nem tud tőle szabadulni. Ha csak nem ugye ex nihilo, vagy pedig egy igazi forradalomból, amit nem tetszett neki csinálni soha, nem abból támad. Tehát ez a delegitimálás, ez valóban megtörtént, lehetett volna máshogy is. De én azért mindig kiállnék, és töltem tanányként is kiállnék a 89, illetve 90-es alkotmány becsülete mellett, mert megérdemli, és az a kultúra, ami ennek alapján elkezdődött, és egy legitimációt végigélt, az hihetetlen érték. Na most ennek az alkotmányozásnak a folyamata rendkívül sajátos volt. Ugye én emlékszem azokra a szövegekre, hogy a kerekasztal az a nép fejjel fölött, és titokban alkotmányozott, nem igaz. Beengedtük a sajtót nagyon hamar a kerekasztalnak az üléseire,
ott voltak kétszer, háromszor, és utána lekoptak, mert unták. Mert nem értették azt a mindent, egy jogi ízét ott, hogy most ilyen hatáskör, meg minek. Azt hitték, hogy itt egy nagyon látványos dolog lesz, és egyáltalán itt is elment rögtön a kamera az elején, mert senkit nem érdekel. Ott is elmentek, de aki akarta, követhette, azon kívül kiadták. Kiadták ugye a kerekasztal tárgyalásokat, ami egy nagyszerű történelmi teljesítmény, igazolom, hogy igaz, ami ott benne van. És tehát annak az alkotmányozásnak megvannak a háttér anyagai, az az alkotmányozási történet, ami az értelmezéshez nagyon fontos segédeszköz. Minden normális ugye, állami szerv, alkotmány, stb. Hivatkozik, hogy hát ezt akarta az alkotmányozó. Na most ilyen nincsen, ami az alkotmánynak. Hol vannak a motivumok, a vitáknak az anyagai. Titokban folyt, három párhuzamos dolog ment, ami nagyon nagy élvezet volt. Ugye egyrészt írták a szöveget. Először tudtuk, hogy ki írja, ugye a Salmonféle bizottság után nem tudtuk, hogy ki írja. De a szöveg maga a végzavás előtt 3 héttel került elő. Közel volt egy másik párhuzamos, a jogtudomány. Ugye konferencia konferenciát ért, és itt mutatkozik meg, hogy volt vagy van alkotmányos kultúra, hogy a jogásság jól vizsgázott, hiszen egyfolytában mondta, hogy nem tudjuk ugyan, hogy mit csinálnak, de ezt kellene csinálni. Tehát egyszerűen tiltó listákat, hogy ezek tabu, ez nehogy hozzányúljanak, ezt lehetne a régiből továbbfejleszteni, mit tudom én, a fenntartható fejlődéstől kezdve a parlament működése, a választójog. Tehát voltak ötletek és tanácsok. Ez, a harmadik az meg ugye egy nemzeti konzultáció, tökéletesen irreleváns kérdésekkel. Tehát ez a három folyt, és a végén ugye lehetett tudni, hogy a Szájer írja, és ez, de az utolsó döntő fázisban ők se vettek részt. Tehát aki részt vett, először a Salamon, utána 2 hét múlva azt mondták, hogy ez csak egy mellékanyag. Ez egy megalázó. Utána megcsinálja valaki, utána ő sincs benne, és aztán ez csak ott van a parlament előtt, ahol ha az volt ugye előtte, ami hiányzott a nagy alkotmányozó nemzetgyűlés élménye, ezt is mindig fölhozták, hogy nem volt. Sajnos nem volt. De tehát üres pacsorok előtt tökéletes érdektelenségben az ellenzék távollétével vitatták. Folyt ugye a parlamenti procedúra, és a utolsó pillanatban már a vitalezelés után behozott ugye módosító indítványok, a bírói karnak a nyugdíjazása, hát soha meg nem vitatott, nem ismert motivumokból, ezt a folyamatot messze leértékeli és sajnálatossá teszi, úgyhogy ezek olyan születési hibák, és magában a rendszerben is mondjuk az alkotmányos bíróság hatáskörének a megcsonkítása, ez egy gyógyíthatatlan seb. Tehát én azt merem állítani, hogy nem alkotmányos a rendszer. Mert van egy olyan része, tudnék ugye a költségvetés és kapcsolt részei, ahol nincsen alkotmányos kontroll, bármi megtehető, mert nem, ott nem érvényes az alkotmány. De facto, formájuk biztos érvényes, tehát nem lehet kikényszeríteni, tehát akkor milyen józan nem lehet kikényszeríteni. Tehát hihetetlen bajok vannak ezzel, ez átmegy, és akkor ezt a születési hibát, ezeket a lapszusokat nem lehet semmiféle szertartással, vagy pedig szent sarok intézményesítésével kompenzálni. Ugye minden parasztházban, míg a 19. század második feléig, ugye az asztal, két ablak és a szentkép, a búcsúból hozott szobor, kereszt lógott, protestánsoknál ugye nincs szentkép, Kossuth Lajos vagy az Aradi vértanúk. Na most az alkotmányt oda ki lehet tenni, ez pontosan ez megy, de ez hihetetlen dilettantizmus, mert pontosan az alkotmányos a lényege veszik ebbe el, az, hogy hol vannak itt a jogok, hol van itt egy parlamenti procedúra, hol van itt a hatalom megosztás. Tehát ide fogok végül is kirukadni, hogy ami lényeges lenne egy alkotmányban, azon kevés szó esik, suta szertartások, nem tudják ezt ki van zárva, tudnék az alkotmány tekintélyét kell, hogy visszaigazolja a dolgozó nép. Kell, hogy visszaigazolja valamit, ahogy érzi, hogy ez komolyan kell venni. Na most ugye az alkotmányozás alatt hihetetlen sok ötlet merült föl, romantikus elképzelések, őrültségek, hagyományos, ugye minden rektor
püspök, és nem tudom ki, ugye felsőházi tag akar lenni, és szakszereti vezető, és így tovább. Ezeket azért meg kell mondani, hogy a szöveget javították. Tehát ugye az első tervezetekhez képest, amivel elképzelhetetlen nehéz hibákat ejtettek, ezt javították, tehát normalizálódott a szöveg, és európai izálódott, nem ilyen, hogy a Sadógi képviselő dolgozott rajta. De hát szociológusoknak nagyon érdekes lehet, hogy amikor a Salma Bizottság dolgozott, rengeteg olyan dolgot hoztak elő a 82-es alkotmányból, ami akkor szocialista pozíció volt. Teljesen értelmetlenül azokhoz nyúltak vissza, mert valószínű, hogy egy szociológiai egypárti pozíció, ellenzéknek egy pozíciónak az érdek elképzelései, vagy gondolatvilága, az egy pártállami egypártrendszernek. Egyszerűen muszáj valószínű, tehát egyszerűen nincs neki, ebben a térben mozog. No, de mondom, a szöveg rendben van, tehát 95%-ban, és ugye mondta talán Tölgyesi Péter, hogy 200, nem tudom mennyit, rossz van benne. Szerintem alig van benne rossz, az alkotmánybíróság az, ami menthetetlen. Azon kívül nyilván van, ami gyógyítható alkotmánybírósággal és gyakorlattal. Tehát az alkotmány nem új. Nem az alkotmány új, ez az igazi mondat, hanem az alkotmányos hozzáállás az új. Tehát az a konszenzus, ami 20 év alatt, mint az alkotmányos kultúránk alapvétele kialakult, már pedig az alkotmány szent, és ezen belül van nagyon nagy mozgástér, ez úgy néz ki, hogy az alkotmány nem szent, hanem egy instrumentum. És ez egy hihetetlen nagy visszaesés lenne, az, hogy a régi alkotmányt nem kell tisztelni, rúgni kell, mert ugye jön egy új. Ez beidegződött, ugye 30-szor megváltoztatták napi érdekből, képviselői indítványal, stb. Máshogy lesz ez az újjal? Ki tudja, hogy máshogy lesz? Nem tudom. Tehát ez a hihetetlen leszállítás az alkotmány tekintélyének, a gyakorlatban az, ahogy az alkotmányt kezelték, és ahogy ebben nyilatkozták, ez egy, az alkotmányos kultúránk egy fordulata. Na most, ez a totális szembenállás, ugye az alkotmánnyal, a megjövő alkotmánnyal, ez, ha a szöveget nézzük, nem nagyon látható. Azok a dolgok, amik egy más hatalmi központokat hoztak volna létre, azok szintén rögtön kiestek. Nincs itt felsőház, meg olyan elnök, összes elnök, aki felosztja a parlamentet, mert ez a hatalom koncentrációt, ami most ugye hát szemmel látható, veszélyeztetni. Tehát ilyen nincsen. Maradtak az ideológikus dolgok, a Szent Koronától kezdve, hogy mikor ért véget és mikor kezdődött a történelem, ami hát nem gúnyolott, mert a hazaszeretet az nagyon szép és nagyon derék, tehát szó sincs róla, de ugye olyan állítások vannak, amik nyilván történelmileg, tehát tudományosan hát vitathatók, ugye, hogy eddig tartott, addig tartott, nem volt alkotmányunk 49 után se, ugye elment már a szakember, de hát volt abszolutizmus máskor is, és ugye a török időkben Magyarország nagy része az határon túli magyar volt. És, igen, és mi van Erdélyen? Tehát ugye az más jogrend alatt volt. Tehát ugye azt mondjuk, hogy nem volt ugye a fölbog függes, szóval egész addig 44-ig volt alkotmány, soha nem volt semmi baj, akkor hirtelen baj lett. Mi van a 46-tal, ami nem olyan szép, mint ahogy mondják, tehát én nem vagyok, azért itt is mondtam ugye, hogy azért akkor a parlamentben felszólalt, hogy egy kis pártnak a képviselője. Hát, hogy jó, itt van ugye ez a preambulum, meg emberi jogok, meg az Atlanti Chartára hivatkozás, tehát ugye szintén most ugye mégiscsak ugye művelt világhoz tartozunk, legyen alkotmánybíróság. Ugye, tehát Madosán György rögtön közberikkantott, hogy hogyne reakciós vitákra bízzuk azt, és akkor ugye nem lett alkotmánybíróság. Hát, hagyjuk a 46-ot. Oda szeretnék kilukadni, hogy az alkotmánynak a rangjáról van szó. És tehát az az alkotmány, ami most megvan, tulajdonképpen én szövegszerűen azt kivéve, amit az alkotmánybírósága történt, én azt mondom, hogy ez egy működtethető, egy normális parlamentális rendszert, a legjobb hagyományunk
továbbítésére alkalmas alkotmány, hogyha olyanok a megfelelő állami szervek és az alkotmány működtetői, akik ebben a szellemben működtetik, ezt lehet mondani. Az, hogy nekem mi fáj, hogy nincs többé, ugye a jövő nemzedékek biztosa, meg hogy nincs nemzetiségi biztos, meg ilyesmi, az fájhat, de hát így még elmegy. Az Alkotmánybíróság, ezt még egyszer mondom, és tanítanám, hogy ez nem megy el. Tehát ez Magyarországot a perifériának viszi, hogy nincs egy teljes hatáskörű alkotmánybíróság. Ebben a kultúrák háborújában végül is mi számít? Ugye számít az, hogy egy nemzedék élt alkotmányos kultúra alatt. Kell még kettő. Addig ki kell húzni, utána az már be fog szervesülni az emberekbe. Az intézményi támaszoknak a sorsa, ez szinte döntő lesz. Ugye, hogy a parlament szintén visszatért a szocialista parlamentnek az öntudatához, ugye, hogy a legfőbb hatalom, kijelentette maga a miniszterelnök, hogy nem áll az útunkba semmi, maga az alkotmány sem. Mert hát megteheti, alkotmányozó ugye, többsége van, tehát meg is csinálja aggály nélkül. De hát ezzel más területen óriási rombolást, a struktúrák területén hajt végre. Tehát az intézményi támaszok, amik vannak még az alkotmányban, alkotmánybíróságban, köztársasági elnök van, legfelsőbb bíróság, van ombudsman, tehát óriási szerepük lehet. Hogyha most az alkotmányból például a kétharmados törvénybe kerül nagyon sok finomság és praktikus végrehajtás, ott az alkotmánybíróság kontrollálja. Sikerült kiirtani az alkotmánytervezetből, hogy nincs hatalma a kétharmad fölött. Van hatalma a kétharmad fölött. Van hatalma az alkotmánybíróságnak arra, hogy visszatérjen az első korszakot, amikor azt mondta, hogy ami kétharmados törvényben van, annak a nagy része sima többséggel megváltoztatható. Csak egy olyan magja van a kétharmadnak, ami tényleg kétharmados. Meg lehet csinálni, nagyon sok mindent meg lehet csinálni, hogyha ezek az alkotmányos intézmények, ugye maga az alkotmánybíróság hozta be ezt a magyar közjogba, fordította le németből, hogy egy alkotmányos szerv, verfassungs orgán. Hogyha úgy tevékenykednek ezek, mint valódi alkotmányos szervek, amik őrzik és alakítják az alkotmányt, és nem adják oda egy parlamenti szupremáciának. Óriási jelentősége lesz. Az alkotmánynak a civil szférában is napirenden kell lennie. Tehát az rossz példa aggadós. Ugye hallom, hogy egy másik egyetem rektora, nem az ELTE, ugye rendeletbe adta, hogy minden szerződés, amit szeptember 1-e után kötöttek, visszamenőlegesen semleges. Mert hát megcsinálja a nagy parlament, megcsinálja a rektor, hát ugye rakodós, miért ne? Ugyanakkor ugye érvelnek az alkotmányos jogokkal, az egyház például, a püspöki kar azt mondta, hogy a neveléshez való szülői alkotmányos joga ellenkezik az, hogyha ott köt a tangyereket délután az iskolába. És nem volt hajlandó, hiába kérték, puhítani ezen a fogalmazáson, mert igenis, hát akkor mindenki, akinek vannak jogai, álljon ki a jogok védelmében. Volt egy ilyen korszak, már szükség van rá. Tehát az alkotmányos érzületnek a fenntartása, és ez mindig prédikáció, amikor a CEU-n beszéltem még a alkotmányos alattal, hogy az alkotmányos kultúrának milyen szerepe van, akkor kinevettek, hát, hogy ezt én hiszem, de igazából nem létezik. Azért, mert én hiszem, már is létezik, és hogyha sokan hisznek benne, akkor talán föl lehet tartani. A kikészítés lehetősége, amíg van alkotmánybíróság, amíg működnek bíróságok, még hogyha a nyugdíjba is megy a fele, akkor is van bíróság. És ezek mind élnek, és ezekkel élni kell. És ez fogja megadni, tehát hogy lehet működtetni, lehet rá hivatkozni, hitelesen lehet hivatkozni. Az emberek érzik, hogy mi a hiteles és mi a duma. Ez nagyon fontos. Én elhiszem, ugye, hogy vannak ilyen minták, ugye, mint az alkotmány asztalánál, stb. Ugye, hogy a civil vallás Amerikában az alkotmányosság, vagy Németországban ugye az alkotmányos hazafiság. Nagyon nagy szó, ugye, a Verfassungspatriotismus. Na igen, de ezeknek történelmi beágyazottsága volt. Az, hogy egy judge, egy bíró milyen tekintély Amerikában volt, az ugye tudja, hogy
más a jégkör. Németországban azért lehetett alkotmányos hazafiság, mert igazi hazafiság, tudom, ügyetek, hogy nemzeti hazafiság nem lehetett. Hát nem is volt Németország, ugye volt egy szövetségi, meg volt egy DDR, és azon kívül a múlt ott egy tehertétel volt. Ugye el kellett folytatni azt, hogy nemzet, meg múlt, azt el kellett folytani. Ehelyett tárcán kínálta magát a speciális német helyzetbe, hogy akkor van alkotmányosság, ez a mi identitásunk, ugye egy Bonner Republik, egy Bonni köztársaság volt, most lett Berlin Németország. De abban a Bonni köztársaságban az alkotmányos hazafiság az európai útlevél volt. Mi nem vagyunk ám németek, mi európaiak vagyunk, és alkotmányokban hiszünk, semmi másban nem. Na, de ez elmúlt, hát Németországban a legújabb nemzedék ezt nem fogja meg, ő már az egységes Németországban másként gondolkodik. Kell az alkotmányos hazafiság mérsékelten az egyéb hazafiság részeként, de önmagával civil religiót és nem lehet. Az alkotmánynak magát kell föntartania úgy, hogy alkalmazzák és hogy hisznek benne. Többet nem tudok mondani, de mit kell ebből tanítani? Igen, hát ez a vége, mit kell tanítani? Hát nem a szöveget, nem a preambulumot, meg kell mondani, hogy ez nem az alkotmány, ez egy nemzeti hitvallás, és az, ami ebből leszállt a jogi és egyéb dilemmáknak a sorában. Hát ezt nyilván gyerekeknek nem lehet tanítani, de hát az egy rendkívül furcsa dolog, hogy azt mondani, hogy elit, vagy nem, mit csinálnak vele. Nem ismerjük el ugye a 49 évi kommunista alkotmányt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét. Hát az a helyzet, hogy ezt a 89-ben ki lehet nyilvánítva, mert hatályon kívül lehet helyezve minden, ami ebből kommunista volt, és ugyanakkor maga ugyanaz a preambulum mondja azt, hogy a 90-es május 2-át, amikor új parlament összejött, ezt tekintjük új demokrácia és alkotmányos rend kezdetének. Tehát a 49-es alkotmány 90 május 2-től már nem az, és azt nem tagadják, és nem is tagadhatják. No, de ez egy ellentmondás. Ugyanígy a történeti alkotmány felfüggesztés, erről az elején már beszéltem, hogy értelmezhetettem, vagy pedig az embertelen, tehát kommunista és náci bűnöknek az elévülését tagadják. No, de hát ezt csak úgy lehet tagadni, hogy a nemzetközi jogrendelés a magyar alkotmányossága érvényben tudnék, azt lehet ugye elévülhetetlenek tekinteni, ami a nemzetközi jog szerint elévülhetetlen. Tehát ezek az ideológiának szóló és még az alkotmányos folyamatban szóló engedmények jogilag nem. Utolsó szó jogának azt szeretném mondani, hogy azt kérem, hogy a struktúrákat tanítsák, hogy mi az alkotmányosság, mi értem van annak, hogy van egy alkotmány és nincs önkénye a hatalomnak, hogy mik az a jogok, mi egy ideális államszervezet. Egy láthatatlan alkotmányt nem, az kár lenne, ez rossz, el lett rontva a szó. Egy alkotmányos ideát kell tanítani, hogy egy modern parlamentáris rendszer milyen, és hogyan kéne működni egy normális üzemmódban. Ez az, amit érdemes tanítani, és akkor a gyerek sokkal nagyobb rálátással bír, és meg tudja ítélni azt is, hogy a pillanati helyzet mennyiben alkotmányos, és mennyiben nem.